Itt vagyunk Brugban újra, és nagyon sokan írtátok, hogy nézzük meg a jegyárakat, sok olyan, aki itt él kint, hogy nagyon drága itt a jegy Ausztriában, és ezért nagyon sokan nem utaznak vonattal, sőt, helyette kocsival utaznak inkább. Jaj, de nagyon hangos. És akkor mutatom nektek, osztrák, angol, olasz nyelvet tudunk kiválasztani, természetesen ugye tudunk fizetni kártyával, úgyhogy minden adott a megfelelő és kényelmes jegyvásárláshoz. Ugye most Brugg an der Leithában vagyunk, innen a vasútállomástól szeretnénk mondjuk elmenni, hát mondjuk legyen a bécsi főpályaudvar, ugye HBF, a Hauptbahnhof, tehát a főpályaudvar, és mondjuk igen, egyedül utazom, vagyis egy-egy kell, egy sima klasszik tiketet szeretnék venni, egyébként lehet látni, van egy valag lehetősége, hogy így tudunk lejjebb mászni. Tehát van bőven lehetőség, de mi most az alapot kérjük. Következő járat, ez 15 óra 14 perckor van, most egyébként 15 óra 1 perc van, tehát ez nekünk tök kényelmes is lenne. Ez egy Regional Express, és neki 29 perc a menetideje, 15 óra 43-ra már a főpályaudvaron vagyunk, és igazából 4,6 euró lenne. Ez az, hogyha ezt benyomom, akkor kapunk egy 24 órás bécsi, gondolom ez a, igen, ez a tömegközlekedési jegy lesz, tehát az plusz 8 euró lenne, tehát simán 4 euró 60 cent, ami hát olyan 1000, most mondjuk több, mondjuk 350-nel számolva, az, hát igen, az olyan 1550-1600 forint lenne egyébként, ami azért vagyunk erre a 29 percre nem kis összeg, ez tény és való, tehát azért nem vagyunk távol Bécstől, és még hogyha mondjuk mellé csapjuk ezt a egésznapos közlekedési jegyet, akkor már 12 euró 60 lenne. Most ez a 8 euró egyébként egész napra Bécsbe, ez tök jó dolog egyébként, ez a 24 órás jegy. Hát figyeljetek, ezt rátok bízom, hogy ez nektek sok-e vagy sem, azt tényleg rátok bízom, viszont azt azért vegyük alapul, hogy Ausztriában nem a magyar fizetésekhez kell hasonlítani a jegyárakat. Figyeljetek, én azt mondom, hogy ez nem egy olyan vészes összeg, szóval 4,60, tényleg mondom olyan 1600 forint környékén van. Na de hát azt is hozzá kell, tényleg még egyszer nyomatékosítom, hogy azért itt ne a magyar fizetésekről, meg azokból induljunk ki. Szerintem ez abszolút egy normális ár, de írjátok meg a véleményeteket igazából. Úgyhogy én nem gondolom, hogy az osztrák vasút az olyan elképesztő nagy összegekbe kerülne, illetve hát az itteni utazás. Na most ennek az utca végén, ha minden igaz, újra a vasútba fogunk torkollani, ám bár nem abba a vonalba, ami Hegyeshalom irányába megy, bár hát ugye nem csak Hegyeshalom irányába, hiszen ha innen Brugtól elindulunk Halomig, akkor először Pándorf Ortnál kiágazik szépen, igazából először egyfele, aztán kétfele is a vonal, szintén tudnánk arra Magyarország irányába is menni, ugye, Fertőszent Miklós fele, aztán a másik irányba meg Donnerskirchen fele, aztán utána Pándorf állomásnál pedig kiágazik Pozsony felé is a vonal, aztán utána már nem ágazik sehova, csak Hegyeshalom irányába halad tényleg. De ugye itt Brugg előtt, tehát Brugg állomás már nem érinti, konkrétabban ugye Brugg an der Leitha, ugye tudni kell itt az osztrákoknál, több Brugg is van, ahogy egyébként ugye pont Hainburg felé ágazik egyébként itt a vonal még Brugg an der Leitha előtt. Szóval ahogy Hainburg sem sima Hainburg, hanem Hainburg an der Donau. Tehát ez olyan, mintha nálunk azt mondanád, hogy a Tisza menti Szeged, és lenne mondjuk egy a Dunánál is, vagy bárhol máshol, csak mondtam valamit. Ugye Hainburg an der Donau, tehát a Duna menti Hainburg. Nagyjából így helyes a fordítás. Szóval, hogy itt is kiágazik egy, csak az már nem érinti Brugg an der Leitha állomást, és gondoltam azt is meglessük. Hát itt van az útátjáró egyébként, fogalmam se volt egyébként, hogy mire számítsak, például azt sem tudtam, hogy ez egy villamosítatlan vonal, de eléggé elhagyatottnak tűnik. Bár egyébként valami biztos, hogy jár kell rajta, szóval van rajta forgalom, mert lehet látni a sinkoronán. De hát ott például, nézzetek meg az a bokor, az teljes mértékben benne van már az űrszelvénybe. A másik irány meg ez. Na mindjárt meglessük egy kicsit jobban. Húha, lehet, hogy ezt jobban meg kellett volna néznem egyébként, ezt a vonalat abszolút nem ismerem. Egyébként a Google térkép a mai napig jelzi az állomásokat, megálló helyeket, mondom, Hainburgba.
erről a vonalról két megállási pont is van. Egyébként ott a jelzés üzem alatt van, szóval, hogy ez egy létező vonal, abszolút is lehet látni egyébként, hogy tiszta az űrszelvény, de hát kicsit mizse feelingem van, bár a vágány állapotát tekintve biztos, hogy nem 40-nel döcög rajta a vonat. Úgyhogy meglessük igazából, megmutatom nektek ott a következő útátjárót, meg mondom, a jelző az valószínűleg egyébként, bár az osztrák vasúti jelzők tekintetében nem vagyok otthon, de szerintem az egy előjelző lesz, és azért is mutat két sárgát. Aztán most lehet, hogy rengeteg utaságot hordtam össze, úgyhogy akkor egészen nyugodtan javítsatok ki. Természetesen. No, itt van az következő útátjáró, és láthatjátok, hogy az útátjáró se az előző, se ez. Nincsen semmivel sem fedezve, tehát nincs fénysorompó. Ellenben ugye nyilván egy ilyen nálunk András keresztnek becézett kereszttel hívja fel a figyelmet a vasúti keresztre. Másrészt pedig van egy tábla, AUF 5 Signal Akten, tehát hogyha tök jó, egy kis gőzés van rajta egyébként a táblán, tehát hogy kürtel jelzi a éppen aktuális szerelvény az érkezését, illetve az úttal való kereszteződését. Na, hát ez egy kicsit más feeling, mint amit eddig tapasztaltunk az osztrák vasúton. Nagyon király lenne, ha jönne valami. Csak sajnos ugye itt nincs a közelben megálló vagy állomás, ahol mondjuk meg tudnánk nézni, hogy mi a menetrend. Illetve, hogy milyen sűrűn van itt közlekedés. És hát ugye az árbócról tudnám eldönteni, hogy ha Magyarországon lennénk, hogy ez a jelző, ez tulajdonképpen milyen jelző is. Én így most látatlanban meg teljes mértékben az osztrák vasutat nem ismerve azt mondom, hogy ez egy előjelző lehet. No, hát viszont azt mondom nektek, hogy itt nagyon nem kell vonatérkezésre számítani. Nézzetek meg, mennyire be van nőve és teljesen rá van nőve a gaz a sínkoronára, tehát ez biztos, hogy nincs napi rendszerességgel használva. Ez 1000%. Itt már lehet látni egyébként. Az ilyen utcákat meg egyszerűen imádom. Le se tagadhatnám, hogy Ausztriában vagyok. Fantasztikus feeling. No, jártam, keltem itt mindenfele. Most pedig azt fogjuk csinálni, hogy elmegyünk gyorsba a Billába bevásárolni, mert még van 20 percünk a vonatig. Nem vagyunk túl messze az állomástól, meg a Billától. Hál' Istennek egy kupacban vannak. Veszünk egy jó Stiegl sört, vagy Ottakringert, még nem tudom, lehet mindkettőt. Aztán szépen, ahogy néztem, mozdonyos vonattal fogunk hazamenni. Sajnos Hegyeshalom felé szokott a vezérlő lenni. Hát ez van. Ezt kell elfogadni igazából. Szóval a fő kérdés számomra nem bizonyosodott be az, hogy olyan baromi drága lenne az osztrák vasút. Pláne osztrák fizetéssel párosítva a történetet. Ettől függetlenül írjátok meg a véleményeteket. Azért azt tegyük hozzá, hogy az, hogy 9 euró volt a jegy oda-vissza Brukkig, az eleve Mosonmagyaróvártól. És hát képzeljétek el azt is, hogy a MÁV-nál nem tudjátok úgy megvenni a jegyet, hogy mondjuk Hegyeshalomtól, mondjam, Pándorf Ortig, csak most mondtam valamit, hanem van ez a Brukki, vagy Győrtől, vagy Óvártól, meg azt hiszem még valami van, de hogy ilyen fix utak vannak, nem az, hogy te megmondod, hogy honnan indulnál, meg hova érkeznél. Legalábbis ezekkel a speciál jegyekkel így van, amik ugye az oda-vissza utazást biztosítják. És ha megveszed, akkor 4 napig érvényes. Ugye én ezért utaztam az elmúlt 3 napban ugyanazzal a jeggyel, mert hogy egyszer sem érvényesítették. Hát akkor meg hülye leszek venni egy másikat, tehát ez egyértelmű. No, már jön is a Hegyeshalmi menetünk. Természetesen ugyanaz lesz, mint tegnap. Láthatjátok, hogy vezérlővel jön. Oldalt meg a már megszokott kis talentek állnak. Jaj, maszkot el ne felejtsen felvenni. Nagyon szép ez a vonat.
Amint egy gyerek olyan voltam most, nagyon szép ez a vonat. Pedig ilyen kocsikat otthon is találtok, de egészen más itt. Itt minden más.